teszt a lelke mindennek. Ez a mondás az élet sok területére igaz, ám az autósportnak is az egyik meghatározó eleme. A 2022-es Zemplén Rally versenyzőinek a Lászlótanyai szakaszon szervezett tesztelési lehetőséget Begala Tamás rally versenyző, aki számára idén kimarad a verseny, ám munkájával és tapasztalatával segíti a szervezőket és a versenyzőtársakat a futamon. Jelen pillanatban picit szívfájdalmam, hogy a verseny, tehát a mezőnyben nem tudok indulni ezen az éven, de ilyen hátsó segédmunkát fogok ellátni majd a verseny ideje alatt. Aztán azért a srácoknak megszerveztük ezt a verseny előtti hivatalos tesztet, ami úgy hivatalos, hogy tehát nem a verseny része, de az engedélyeket tekintve teljesen hivatalos. Itt azért szeretném külön megköszönni a segítséget az Észak-Erdőnek és a kormányhivatalnak, hogy a zöld hatóság is teljes mértékben hozzájárult minden engedélyhez, és teljesen legálisan tudunk itt lenni, mert azt gondolom, hogy ha ezen a környéken vagy ezen a területen szeretném még itt hosszú éveken keresztül versenyt, akkor ez csak így lehet itt szerintem lebonyolítani. Hogyan választjátok ki a verseny előtt egy-egy szakaszt ilyen teszt jellegű szakasznak? Igazából erre az év elején létrehoztunk egy csoportot, ahol körülbelül van bent mondjuk 50 résztvevő, és akkor minden verseny előtt meg szoktuk beszélni, hogy a következő versenynek mik a gyorsasági szakaszai, és az annak megfelelő út szakaszokat szoktuk kiválasztani, hogy azért valamelyest azért hasonlítson már a versenyen majd szóban forgó gyorsaságikra. Tehát ezt igazából közösen beszéljük meg a versenyzőkkel. Vida Szabolcs a salakmotorozás világából érkezett néhány éve a ralliba, így számára különösen fontosak a tesztek az R5-ös Skoda Fabia beállításainak megismeréséhez Petrovszky Dániel navigátortársával. Hát picit ami hasonlóság lehet benne, ugye a két kerék, a salakmotor meg ugye a ralli között, ugye ez a versenylást megszokni, meg versenyekre való felkészülést. Ugye salakmotoroztunk 10 évig versenyszerűen, aztán volt egy nagyobb szünet, és utána csempeltünk ebbe a sportba vele. Te egy Skoda R5-össel versenyzel, milyen volt a szezon, hogy tekintsz vissza rá? Legelőször most másfél-két évvel ezelőtt ugye vettem egy VFT-est, azzal rugaszkodtunk neki ennek a sportnak. Aztán ugye pont akkor volt ez a Covidos év, és ugye nem sok verseny volt, meg még az a kevés verseny, amin indultunk, az sem sikerült műszaki okok miatt legtöbbször a célba érés, és utána döntöttük úgy, hogy valami komolyabbat megpróbálnánk, és hát végül is elég nagy fába vágtuk a fejszét, ezzel birkózunk most egy ideje, de nagyon szépen lassan próbálunk előre lépni benne. Mi ennek az R5-ös autónak a titka? Hát szerintem ugyanaz, mint a legtöbb versenyautónak, hogy nagyon sok versenykilométer kell vele megtenni, hozzászokni minden porcikájához, aztán utána lehet várni szerintem egy pici lassú fejlődést, úgyhogy mi meg most pont ezt tervezzük, hogy ebbe vagyunk benne. Már jó néhány kört mentetek itt ma, milyen tapasztalatokat szereztetek az autóról, milyen beállításokat próbáltatok? Ugye Sebők Csabi segít nekünk a beállításba, és így ez egy könnyebb dolgunk van, mint hogyha nekünk kellene ezt kitapasztalni, mert szerintem az lehet, hogy nem is menne. Tehát itt mindig van egy jó alapbeállítás, és nekem kell mindig ugye hozzá idomulni. Ebben most az a szokatlan, hogy egy nagyon szűk gyorsasági vagy teszt szakasz ez, és ez még egy picit olyan zavaró, de azért megyünk minél többet rajta, hogy minél jobban hozzászokjunk. Ugye ugyanezek vagy hasonló szakaszok is lesznek ugye a hétvégén a versenyen. Itt vársz a Zemplén Rallytól, ugye nyírkos, ködös, vizes pályák várhatók. Biztos, hogy ködös, nyírkos lesz, igen. Mindegyik gyorsasági szakasznak megvan szerintem a maga ritmusa. Itt kell majd ugye egyik gyorsan a másikra, amikor ugye átérünk, átállni agyba, átszellemülni. Semmi mást nem várunk tőle, csak egy egészséges célba érést. Ez a célkitűzés. A Trencsényi Vince Szegedi Máté páros a dobogós helyezését szeretné megtartani a Peugeot kupában, a zempléni pályákon, melyek úgy érzi, illenek a vezetési stílusához. Egyik kedvenc pályáim itt, amik a Zemplénben vannak, az elmúlt években is mindig indultunk. Most az előző verseny az Ózor Rally nekem kimaradt, úgyhogy picit régen ültünk autóba. Úgyhogy most ez a teszt arra is szolgál, hogy visszaszokjunk a ritmusba.
igazából még nyitott a bajnokság a mi kategóriánkba is, a dobogós helyekért versenyünk, úgyhogy teljes erőbedobással látunk neki a futamnak. Mennyire szeretted meg egyébként ezt a Peugeot? Ugye már egy évet már mentünk ezzel a Peugeot-val, most ez a második évünk. Igazi versenyautó, ízig-vérig versenyautó. Nagyon sok állítási lehetőség van rajta a futóműben, úgyhogy még talán ebbe lehet kísérletezni, fejlődni. Tetszik egyébként nagyon. Hogy érzed így a néhány kör után, mennyire sikerült beállítani az autót, vagy vannak még más variációk? Igazából eddig egyet sikerült menni, picit balszerencsésen kezdődött a teszt, mert a navigátoromnak a sisakja elromlott, most pedig van egy kis fékgondunk, de mindjárt megoldjuk, és aztán neki látunk ismét a beállításoknak. Nedves, ködös, nem tudom milyen idő várható, mit vársz magadtól vagy magatoktól? Ezek a szűk technikás pályák jól szoktak sikerülni, és ezek is a kedvenceim. Igazából az előző években is mindig saras, vizes, nedves, faleveles körülmények voltak, ez nem lesz meglepetés. Az egyetlen egy dolog, amire jobban oda kell figyelni, mint ahogy az előző években sikerült nekem, az a defektek. Eddig minden évben sikerült defektet kapnom, amiatt nyilván lemaradtunk a jó helyezésekről, úgyhogy idén ezen mindenképpen változtatni kell. Pályafutásának egyik legjobb eredményét, az éves abszolút 5. helyezését szeretné megtartani a Tóth Tibor-Szabó József páros, ami nagy kihívásnak ígérkezik a pilóta szerint. Hát igazából ugye nekünk most igazából pontokat kéne szereznünk, hogy az abszolút 5. helyünket megtartsuk, de úgy gondolom, hogy nehéz lesz. Itt a helyi srácok vannak mögöttünk, akik szerintem jönni fognak keményen. Hát igazából egyszer talán már kiestünk itt, de általában célba szoktunk én, ez mindig jó érzés, de hát az nagyon oda kell tenni magunkat, hogy még jó, az eredmény, jó eredmény is legyen. Az elmúlt évek alatt mindig szépen úgy húztatok felfele, lépésről lépésre. Hogy látod ezt? Hát igen, lassan tanulok, mint a kis elefánt. Hát az igazság, az idén Ádám, Vedencei Ádám segít nekem, és úgy gondolom valamennyit tudtunk gyorsulni. Hát még ez a változó körülményeket szoknom kéne, még meg kicsit lehet, hogy többet kéne menni ilyen körülmények között, és akkor ez is így otthonosabb lenne, de hát reméljük, hogy jó lesz minden. Mi ennek a Skodának a titka? Nagyon sokat kell vele menni, meg úgy gondolom, aki ezzel gyorsan tud menni, az annak van valamilyen olyan tehetsége is, tehát egy bizonyos szintig el lehet jutni gyakorlással, meg sok menéssel, de az felett már úgy gondolom tehetség is kell hozzá. Jó néhány kört mentetek ma, hogyan sikerült beállítani az autót, milyen tapasztalatokat szereztetek? Hát ugye én úgy gondolom, hogy ez a beállítás most ide úgy gondolom, jó, nem tudom, hogy tudnánk-e még rajta überelni, lehet, hogy Ádám bejönne, menne két kört, mondaná, hogy mit, hogy, merre. De én úgy gondolom, hogy ide most jó az autó. Aztán, hogy a valós gyorsokra milyen lesz, az még majd kiderül. Párás, ködös, csúszós, nem tudom milyen idő várható, hogy látod így ezeket a pályákat? Hát ugye a mózsvai gyors az mindig is csúszik, hát ha előtte két nappal esik az eső, ott ugye szerintem ilyen múrva versenyhez hasonló lesz, viszont a másik kettő meg ugye a szárazabb, meg szárazabb beállítást igényel. Hát itt mind a gumitaktika, mind a beállítások, nagyon sok fog ezen múlni. Ez a taktika, az 5. helyért mentek, ahogy mondtad. Biztonsági húzósat autóz, nekünk mindig ez a taktikánk, aztán a végén nézzük, hogy sikerült. Rendezett körülmények között kell zajlani egy tesztnek is, hiszen itt is a legfontosabb a biztonság. Igen. Tehát, hogy most már a szakágő azt vallja, hogy minden esetben az a teszt a hivatalos, amire maga a rally szakág vagy az MNAS kiadja az engedélyét, és ugye ezek a tesztek most már a maga a szervezési időpont előtt 30 nappal be vannak jelentve hivatalosan, és onnantól kezdve, hogy ez egy hivatalos eseménynek minősül, onnantól kezdve tényleg kötelesek vagyunk a mentőt idehozni és a rescue-t. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy egy teszt hivatalossá válik, onnantól kezdve a biztonsági funkció is sokkal fontosabbak. Számodra milyen volt a 2022-es szezon az autóban ülve?
Hát a 22-es szezonunk az egy elég sűrű szezon volt, tehát hogy elkezdtünk ugye, itt a magyar futamokon indulni ORB-be, aztán közben hozzácsapottunk itt a Mitropa kupához. Azt hiszem, hogy 12 vagy 13 versenyt teljesítünk az éven, az azt gondolom, hogy azért az nem kevés. Hát ugye nyilván az évelején ugye mi egy új autóba ültünk be, egy R5-ös Skodába. Nagyon szeretjük az autót, tényleg ez egy ízik-vérig versenyautó, amit ugye ez egy gyári összeszerelés, és hiába első generációs a mi autónk, mi nagyon szeretjük. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat lehet egy ilyen autóval fejlődni. Nyilván a pilótám ő még fiatal, neki még azért ezt tanulnia kell, van még egy pár kilométer, amit meg kell tegyen ahhoz, hogy előrébb tudjunk kerülni majd a versenytársak között, de bízunk benne, hogy ez a jövőre nézve ez még jobb lesz. Bajnoki cím avatóra készül az M-Plane Rally. Hogyan látod az M-Plane Rallyt? Ha jól tudom, akkor még elég nyitott a bajnoki címnek a végeredménye. Igazából én nem szeretek tippelgetni, mert akik ott vannak a top 3-ban, szerintem ott mindenki esélyes lehet a bajnoki címre. Én szívem szerint azért örülnék azért egy magyar bajnokságot, azért egy magyar versenyző nyerne meg. Nyilván van most ugye itt bent egy külföldi versenyző, és ugye az Özberg, aki ugye most esélyes a bajnoki címre, elég nagy eséllyel. Meglátjuk, hogy Zemplénbe mit sikerül a srácoknak összehozni. Pénteken a gépátvételekkel kezdetét veszi a verseny hétvége, mely után két napon keresztül a gyorsasági szakaszokon már élesben száguldanak a párosok. Vasárnap este pedig bajnokot avatnak Zemplénben.